Kolozsvár. Az ökológiai mezőgazdaság kihívásairól tanácskoztak Kolozsváron a Romániai Biogazdálkodók Egyesületének tagjai. Az ország fejlődésének kulcsa a mezőgazdaság, fejtette ki felszólalásában Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes. Hiánygazdaság. A szokásosnál kevesebb hagyma termet, így a globális piacon egyre nehezebben hozzáférhető a legtöbb konyhai recept alapanyaga. Romániában nem várható, hogy a hagyma eltűnjön a polcokról, drágulásra azonban számítani lehet. Megemlékezés. Az idén is megemlékeztek az 1949. március 3-ai tömeges kitelepítésről a történelmi magyar családokat egyesítő Castellum alapítvány tagjai. Ekkor egyetlen tolvonással elvettek minden nagyobb földbirtokot tulajdonosaiktól, őket pedig kényszerlakhelyre költöztették. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Bemutatta szombaton Raed Arafat a válsághelyzetekre való felkészülést és a megelőzést szolgáló útmutatót, amelyet a katasztrófavédelmi főosztály dolgozott ki a Védelmi Minisztériummal és az Országos Kiberbiztonsági Igazgatósággal együttműködve. A nyomtatott kiadványt elsősorban a vidéki lakosság körében fogják terjeszteni. A válsághelyzetek megelőzésére kidolgozott útmutatót ismertette szombaton a polgári védelem hetét lezáró bukaresti eseményen Raed Arafat belügyi államtitkár, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője. Erre azt követően került sor, hogy a törökországi, majd a romániai földrengés után a lakosság érdeklődése jelentősen megnőtt a felkészülésre és megelőzésre vonatkozó információk iránt, fejtette ki. A kiadvány online és nyomtatott formában is elérhető, és azért nevezik válsághelyzeti, nem pedig vészhelyzeti útmutatónak, mert nem csak a polgári vészhelyzetekre vonatkozik, hanem többek között a dezinformációról és a kibervédelemről szóló információkat is tartalmaz. Miért nyomtattuk ki, ha elérhető az interneten is? Mivel az online változathoz nem mindenki tud hozzáférni, különösen vidéken, és azt szeretnénk, ha ez az útmutató oda is eljutna. Még ebben az évben el fogjuk juttatni olyan településekre, amelyek kockázatosak, és ahol a lakosságnak nehézséget jelent az internet elérés. Elmondta, hogy a kiadványt a katasztrófavédelem munkatársai fogják eljuttatni a vidéki lakossághoz, de a későbbiekben számítanak a román posta segítségére is a terjesztésben. Arafat arról is beszélt, hogy a szerdai országos szintű próbariasztás során mintegy 7150 szirénát aktiváltak, ebből 1076, vagyis 15%-uk nem volt működőképes. Ezek mindenképpen ellenőrzésre vagy javításra szorulnak, hangsúlyozta. A hétvégén zajlott Kolozsváron a Romániai Biogazdálkodók Egyesületének 18. országos konferenciája. Az esemény jó lehetőséget biztosította a biogazdálkodóknak egymás munkájának megismerésére, illetve ismereteik bővítésére. A Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen zajlott a Romániai Biogazdálkodók Egyesületének 18. országos konferenciája, amelyet a Proagrikultúra és a Bioterra Egyesület közösen szervezett. A konferencián az ökológiai mezőgazdaság kihívásai tárgyalták az Európai Unió új agrárpolitikájának összefüggésében. Szeretnénk azt, hogy a gazdáink érezzék azok, hogy nincsenek egyedül. Szeretnénk olyan témáról beszélni, ami a jövő, ami a jövőben fog zajlani, hogy a gazdák fel tudjanak készülni rá. Úgy hiszem azt, hogy az információ az hatalom, az információ az pénz, és a gazdáinknak tudni kell azt, hogy mi várható, tudni kell azt, hogy honnan, milyen forrásokat tudnak lehívni, és érezzék azt, hogy nincsenek egyedül. A konferencián Kelemen Hunor szövetségi elnök köszöntötte a résztvevő gazdákat, termelőket és kereskedőket. Elmondta, az ország fejlődésének kulcsa a mezőgazdaság. Lehetséges az, hogy mentalitásváltással, fokozatosan és a tudomány eredményeit is felhasználva áttérjünk és elérjünk oda, hogy egészséges élelmiszerek, vegyszermentes élelmiszerek kerüljenek az asztalunkra. Ez természetesen azt is jelenti, hogy meg kell találni az egyensúlyt az ipari termelés között és az ökológiai termelés között. Hozzátette, ez hosszú távon úgy lehetséges, ha az egyensúly áttolódik az ökológiai termelés felé. Továbbá fontos tudatosítani a fogyasztóban azt is, hogy azokat a termékeket vásárolják meg, amelyek a legrövidebb utat tették meg a termelőtől a vásárlóig.
A tavalyi megyei konzultáción begyűjtött információk és javaslatok értelmében a máramarosi RMDS vezetői réteg találkozókat és képzéseket szerveznek idén, azzal a céllal, hogy megteremtsék a kapcsolatot a magyar közösségek különböző csoportjai, valamint az ezek érdekeit előmozdító szakemberek között. Március elején Hegedűs Csilla államtitkár találkozott a máramarosi vállalkozókkal. Európai Uniós támogatások vállalkozások számára címmel tartott előadást, amelyben bemutatta az RMDS részvételével meghozott kormányintézkedéseknek köszönhető támogatási lehetőségeket, pályázati kiírásokat. Az Erdély több településén megtartott tájékoztató jellegű találkozók célja a magyar közösségek gazdasági felzárkóztatása. Az RMDS az első perctől kezdve nagyon fontosnak tartotta az erdélyi magyar vállalkozók támogatását. Számos támogatási programot írtunk ki, pályázati lehetőséget, hiszen tudjuk azt, hogy az erdélyi magyar vállalkozók általában erdélyi magyar embereket alkalmaznak, nekik nyújtanak biztonságot, munkahelyet, mindennapi kenyeret, és éppen ezért kötelességünknek tartjuk azt, hogy tájékoztassuk őket, felkészítsük őket, hogy a lehető legjobban tudjanak pályázni, tudják a céljukat bővíteni. Folyamatosan frissített levelező listát is működtetnek. A rendszeresen kiküldött hírlevelek az erdélyi vállalkozók pályázati kiírásokkal kapcsolatos tájékoztatásának leghatékonyabb módja. Ezekben határidőket közölnek, útmutatást nyújtanak. A legnagyobb összegek a megújuló energia termelésére, valamint a termelés digitalizálására irányuló projektekre hívhatók le. A nagyszámú pályázat miatt a minisztérium maga is kénytelen a mesterséges intelligenciához folyamodni, amíg névadásra váró robot fogja a pályázatokat elbírálni. Kaptunk egy e-mail címet, kaptunk egy telefont, egy kontaktot, ahol fel tudjuk venni a kapcsolatot, és elmondjuk azokat a gondokat, amik vannak. Eddig megjöttek a projektek, csak elutasították, de most már tudunk rajta változtatni, hogy azokat a gondokat ne utasítsák el. A találkozó második felében a vállalkozók felvázolták azokat a helyzeteket, amelyek olykor megoldhatatlannak tűnő kihívások elé állítják őket. Hegedűs Csilla bátorította őket, hogy szükség esetén vegyék fel vele a kapcsolatot, lehetőségeiknek megfelelően munkatársaival igyekeznek a legtöbb felmerülő kérdésre megoldást nyújtani. Kolozsváron a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatói számára tartott előadást Lázár János Magyarország építési és közlekedési minisztere. A beszélgetésen szó esett a két ország kapcsolatrendszeréről, többek között a tervezett Budapest-Kolozsvár gyorsvasútról. Kolozsvárra látogatott Lázár János, Magyarország építési és közlekedési minisztere. Látogatása során találkozott egyházi és világi elöljárókkal, majd a Bábesbolyai Tudományegyetem európai tanulmányok karán beszélgetett Rácz Béla Gergely közgazdásszal. Az előadás témája maga az építkezés, a fejlődés és a válsághelyzetekből való kilábalás volt. Szívesen találkozom mindig egyetemistákkal, illetve olyan fiatalokkal, akikben van érdeklődés a közügyek iránt, és a kérdések nyilván a magyarországi politikai helyzet, Magyarország és Románia háborús körülmények között való együttműködésének lehetőségére vonatkoztak, és nagyon intelligens és nagyon értelmes kérdéseket kaptam. Láthatóan sokan vannak, akiket foglalkoztat a mai helyzet, illetve az, hogy milyen jövő előtt áll a két ország, és van együttműködési lehetőség. A beszélgetésen szó esett többek között a Budapest-Kolozsvár gyorsvasútról. A miniszter elmondta, ennek megvalósulása attól függ, hogy a két ország mennyire tud hatékonyan együttműködni a jövőben. Szintén terítékre került az erdélyi magyarok anyagi támogatásának kérdése. Lázár János hangsúlyozta, kifejezetten fontosnak tartja a külhoni magyarok felkarolását, viszont továbbra is meg kell vívniuk saját harcaikat a közéletben, illetve mindennapokban egyénileg is. Világszinten egyre kevesebb hagymát termesztenek, emiatt Romániában is emelkedhet a zöldség ára. Eltűnni ugyan nem fog a bevásárlóközpontokból és a piacokról, de bizonyos országokban olyan mértékű a hagyma hiány, hogy az ára a húsénál is magasabb, több ország pedig betiltotta a hagyma exportot. Világszinten egyre kevesebb hagymát termesztenek, emiatt Romániában is emelkedhet az ára. A hagymatermesztők tavaly ősszel még 2 lejért árultak 1 kiló hagymát. Idénre ez a duplája, 4 lej 50 van, ide akár 5 lej is lehet. Románia nem tartozik a nagy hagymatermesztő országok közé. Ennek főleg az az oka, hogy specifikus technológiára és gépekre van szükség, de a tárolása is körülményes, mivel könnyen kicsirázik. Az áringadozás szintén szerepet játszik abban, hogy kevesen foglalkoznak hagymatermesztéssel.
A helyzet azonban egyáltalán nem drámai, mondja a Köncei Csaba képviselő, nem fog eltűnni a hagyma a polcokról, viszont drágulásra számíthatunk. A krízis úgymond az júniusig tartat, reméljük, hogy addig is fog tartani, és az tény és való, hogy a hagymának az ára most világpiacon óriási nagyot ugrott, és nem is nagyon lehet kapni. Hát náluk még ez nem merült fel az üzletláncokon, a piacokon, de azért erre számítani kell. A politikus hozzátette, ne vásároljanak a fogyasztók feleslegesen, irreálisan nagy tételekben hagymát, mivel megromlik. A hagyma nem fog eltűnni a polcokról. A világ zöldségpiacain egyébként országonként változó, hogy mekkora gondot okoz a hagymahiány. Kazasztán és Üzbegisztán hagyma exporttilalmat vezetett be. Pakisztán 180%-os vámot számol a hagymára. Európában a legnagyobb exportőrnek számító Hollandia és Németország is hiánnyal küzd, de Lengyelországban is jelentősen emelkednek az árak. Folytatódhat a mentőszolgálatok alkalmazottainak november óta tartó tiltakozása. A mentőszolgálatnál dolgozók nem csak anyagi megbecsülést és személyzetbővítést, hanem a munkavégzéshez szükséges járműveket is követelnek. Az eddiginél drasztikusabb, tiltakozási formával folytatódhat a mentőszolgálatok alkalmazottainak november óta tartó tiltakozása. Február közepe óta a szakszervezet támogató aláírásokat gyűjt a demonstráció folytatására, amit a visszajelzések alapján sokan támogatnak. Kilátásban van egy 2 órás figyelmeztető sztrájk megszervezése is. A mentőszolgálatok személyzetbővítést és béremelést kérnek, valamint azt, hogy tegyék számukra lehetővé a korai nyugdíjazást. A mentőszolgálat egy ideje 2 egészségügyi, illetve belügyminisztériumi irányítás alatt működik, de a szakszervezet szerint ez nem hatékony. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi minisztérium ugyanúgy, ahogy vezeti a kórházokat, a mindenféle szinten a betegállátást, ugyanúgy tudná a mentőszolgálatoknak a tevékenységét is vezetni, és nem kellene hol egyik, hol másik oldalról válni, hogy megszülessen egy határozat is. És az igazság az, hogy ez a 2 vezetés, ez a 2 dolog az idők folyamán mi úgy vettük észre, hogy egy azott pillanatban a mentőszolgálatoknak a hátrányára vált. A mentőszolgálatok azt szeretnék, hogy csak rendkívüli helyzetekben, katasztrófák bekövetkeztekor kerülhessen belügyminisztériumi irányítás alá a mentőszolgálat. Követelik a járműpark felújítását is, amely elavult, műszakilag elhasználódott. Országos szinten a mentőautók alig 25%-a felel meg a követelményeknek. A 2 hónapos téli szünet után folytatódik a munka az átfogó felújítás alatt lévő csíkszeredai vasúti felüljárónál. A napokban kezdték el az új tartógerendák felhelyezését, amelyekből összesen 80-at kell a helyükre illeszteni. 10 darab 23,5 méter hosszú, egyenként 24 tonnás betongerenda érkezett Ploiestről a csíkszeredai vasúti felüljáróhoz. A gerendák már is a helyükre kerültek. A felüljáró nyugati rámpáját és az első pillért kötik össze, a következő 10 gerenda pedig 3 hét múlva érkezik. Mivel a hídépítés ütemtervszerűen zajlik, várhatóan októberben át is adhatják majd a felüljárót, mondta el Borzs Béla, Csíkszereda alpolgármestere. Meglepetésünkre ismét nem hazudtolta meg magát a kivitelező, hiszen profi módon, mintha kis tollakot mozgatott volna, olyan könnyedén helyezte fel a gerendákat, már így szemlélő szemmel könnyedén, de egy nagyon pontos és precíz megelőző munka történt ahhoz, hogy biztonságban fel tudják helyezni, és a tervhez képest akár még hamarabb is sikerült. Az 1974-ben épült híd átépítését tavaly április végén kezdték el. A munkálata már meglévő tartóoszlopok megerősítésével indult. Ezáltal akkor leszállított az első 10 betongerendát, amit fel is helyeztek. Hetente 4-et gyártanak le Ploiesten, ez azt jelenti, hogy 10-esével fogják kiszállítani, és akkor szakaszosan haladnak majd a nyugatról keletre
a híd lábakra felszerelendő gerendákkal, és ahogyan 20 gerenda összeérkezett, akkor már kezdődik aznak az összeillesztése is, az egy külön szakmai feladat. Összesen 60 darab betongerenda kerül a feljáróra, majd 30 méteres egyenként több mint 30 tonnás betonelemet helyeznek el a vasút fölött a 4-es és az 5-ös pillérek közé. A Strabag cég által végzett beruházás tartalmazza a teljes közvilágítás cserét, az esővíz elvezető rendszer újjáépítését, illetve a környező infrastruktúra korszerűsítését is. A beruházás, amely Csíkszered a mobilitási tervébe illeszkedik, több mint 17 millió lejes EU támogatással valósul meg. A becslések alapján a teljes összeg meghaladja a 48 millió lejt. Innovatív ötletekkel rukoltak elő a kezdővállalkozóknak kiírt Mastart verseny döntősei a megmérettetés hétvégi hajrájában. A kreativitást és a vállalkozó szellemet 3 pénzjutalommal és egy külön díjjal méltatták a szervezők. Költségeket hosszú távon szeretnénk egy napelemrendszerrel is csökkenteni, ha majd lesz ilyen pályázat, megpályázunk. Péntek délután mutatták be ötleteiket a Mastart verseny második kiadásán résztvevő erdélyi magyar kezdővállalkozók egyesületi képviselők a marosvásárhelyi Multinvest Incub Centerben. A Szent Georgius Manager Club kezdeményezése a startupokat karolja fel. A Mastart versenyt már második alkalommal szervezzük meg. Úgy látjuk, hogy nagyon nagy igény van a fiatal vállalkozók a startupok támogatására. Itt olyan pályázatokat vártunk fiatal vállalkozóktól, akik startupnak minősülnek 2019. január 1-e után bejegyzett cégek, illetve 18 és 38 év közöttiek, és ők adhatták le a pályázataikat 15-ig, február 15-ig. A 18 pályázat közül 11-et válogattak be a döntőbe különböző területekről, az XR gyártástól a gyümölcsfeldolgozásig, a zeneipartól az NFT kollekcióig. A 3 legjobbnak ítélt üzleti terv pénzjutalomban részesült, és volt egy külön díjas is. Az első díjat Kis Levente kapta meg digitális névjegykártya ötletével. Hatékonyabbá teszi a fizikai kapcsolatokból a digitális kapcsolatokkal való átállást. Nem egy LinkedIn, vagy nem egy Salesforce, vagy tehát nem egy online kapcsolódás eszköz, hanem abban segít, hogyha két személy fizikálisan, személyesen találkozik, akkor az elérhetőségeket hogyan tudják egymással kicserélni. A második helyezett Orbán Renáta a zománcozott bögréket készítő Ibrikkel, a harmadik díjas Zsombori Péter az üvegnyomtató Frizonnal, a külön díjas pedig Szabó Péter a Közösség Kovácsa Egyesülettől. A Mastart versenyről Metszet című műsorunkban láthatnak majd összefoglalót. A romániai földbirtokosok fekete éjszakájáról emlékeztek meg Marosvásárhelyen a Castellum Alapítvány tagjai. A péntek este tartott megemlékezésen a gyertyagyújtást és a koszorúzást követően a Musica Humana női kórus tartott előadást a jelenlévőknek a vártemplomban. Az 1949. március 3-ára virradó éjszakán a kommunista állam agrárreformja értelmében megfosztották a romániai földbirtokosokat minden vagyonuktól. Egyetlen éjszaka leforgása alatt Románia összes jelentősebb földbirtokosát, a nemeseket, ügyvédeket, nagyobb földterülettel rendelkező földműveseket kiköltöztették otthonaikból, teherautókra ültették őket, és jellemzően egy nagyvárosba szállították őket kényszerlakhelyre. Ennek a 74. évfordulójáról emlékezett meg Marosvásárhelyen az erdélyi magyar történelmi családok leszármazottait tömörítő Castellum Alapítvány. A tagok közvetve vagy közvetlenül is érintettek voltak a történtekben. Ez nagyon beleégett a családok emlékezetébe, tudnilik, csak nem minden család érintett ebben az eseményben. Az idősebbek személyesen élték át, ők akkor gyerekek voltak, most már nagyon idősek, és hát tagjai annak a hősies nemzedéknek, aki helyt állt a nehéz körülmények között. A Castellum Alapítvány minden évben március 3-án megemlékezik a földbirtokosok kilakoltatásáról a Marosvásárhelyi várban elhelyezett kopjafánál, ahova gyertyákat és koszorúkat helyeznek el. Idén a rövid beszédeket követően a vártemplomban a Musica Humana női kórus énekét hallgathatták meg a megemlékezésen résztvevők, majd veterán alapítványtagok visszaemlékezéseiből olvastak fel a jelenlévőknek. Hát
68 nevező 104 bor mintája versenyzett a második Ribon Ribiz Libor Fesztivál nagydíjáért. A hatodik alkalommal szervezett kertészeti szakmai napok és konferencia részeként megrendezett verseny az egyetlen olyan megmérettetés, ahol a bogyós gyümölcsből készült borok állnak rajthoz, állítják a szervezők. A szakma a szakma. És az, hogy egymásról tudnak tapasztalatot szerezni, az egy óriási dolog. A ribizlibor és a szőlőbor készítői közötti tapasztalatszerzés tapasztalatcsere fontosságára hívta fel a figyelmet Nagy István, Magyarország agrárminisztere a második alkalommal szervezett ribizlibor fesztivál megnyitóján. A Csíkmadara Sea Garden projekt Kft. Által szervezett megmérettetésre idén is a Kárpát-medence különböző tájairól érkeztek borok. Attila három borral nevezett. Ebből kettő aranyérmes, a piros. A piros, fehér és természetesen fekete ribizliből készült borok mellett málnával vagy más bogyós gyümölcsel készített italok is versenybe szálltak. A tavalyi jelentkezők többsége idén is jelölte termékét, de sok új termelő is elküldte borát. A beküldött 104 mintából a szakmai zsűri 11-et arany, 30-at ezüst és 17-et bronz minősítéssel díjazott. Nagyanyámtól származnak azok a bokrok, nem az egész, belőle egy pár darab, hogy itt mondta a miniszterelnök úr is, hogy a kert mellől származnak egy pár darab, és külön a többi egy mentős kollégámtól, aki egy alkalommal, egy meccés alkalommal két zsák pálcát adott nekem, és azt ott iskoláztattam ki, és abból szaporítottam ezt a bornak a termését. A verseny iránti nagy érdeklődés is jelzi, hogy sokan kedvelik a ribizlit és az ebből készült bort Erdélyben és a Kárpát-medencében. Egyértelmű, folytatni kell. Tehát, hogyha egy vidéknek ezek a helyi értékei, és így van, nagyon széles körben felhasználja, hisz nem csak bor készíthető belőle, de hát a bor egyértelműen azt gondolom, hogy egy új világ és egy új szín. Én drukkolok, hogy itt a környékbelieknek még sok élményt adjon. A hatodik kertészeti szakmai napok és konferencia második napjának zárásaként tartott második ribizlibor versenydíját adó gáláján a nemrég megjelent kiadvány a Ferencesek főzte, ihlette vacsorát fogyaszthatták el a résztvevők. Férfi és női kosárlabda, sporttal folytatjuk. Közel egy hónapos szünet után folytathatta a mérkőzések sorát a férfi kosárlabda bajnokság alsóházában a marosvásárhelyi VSK. Házigazdaként a csoportban veretlen Galaci Csészémét fogadták és győzték le 94-92 arányban. Folytatta szereplését a férfi kosárlabda bajnokság alsóházában a marosvásárhelyi VSK. A csoport első az alsóházban veretlen Galaci Csészémi ellen nem volt egyszerű a meccs. Bár a harmadik negyed végére 14 pontos előnyt tudtak felhalmozni, ez másfél perc alatt semmivé foszlott. Az utolsó negyedben mikor egyik, mikor a másik fél volt előnyben, az utolsó perc pedig 92-92-nél kezdődött marosvásárhelyi támadással. Bár a dobások kimaradtak, Sánta háromszor is megszerezte a támadó lepattanót, majd két szabad dobása győzelmet ért, hisz a Galaci Mitrovics utolsó próbálkozása a sziréna szó előtt célt tévesztett. Tudtuk, hogy a Galac egy erős csapat, és nem adják fel egy könnyen. Szerencsére mi is a végsőkig küzdöttünk, és hittünk a győzelemben. Gratulálok a fiúknak az odaadásukhoz, nagyon magas intenzitású, minőségi mérkőzés volt, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernünk. Az amerikai Anthony Mattis híradónknak elmondta, elsősorban a csapat remek védekezése vezetett a győzelemhez. Úgy gondolom, hogy összességében csapatként remek munkát végeztünk, mindvégig pozitívak maradtunk. Nagyszerű volt a védekezés, mindenki összeállt és remekül védekeztünk. Nagyon sok játékosunk volt, akik támadásban is betaláltak, de maga a védekezés az, ami fenomenális volt. A VSK alsóházi középszakaszban jelenleg a negyedik helyet foglalja el, és legközelebb március 10-én pénteken lép ismét hazai környezetben pályára. A bukaresti Steauát fogadja.
Az aradi FCC ellen lépett pályára a Kézdivásárhelyi SE a női kosárlabda bajnokság 20. fordulójában. Noha utolsó percig küzdöttek a kézdivásárhelyiek, 82-72-re alulmaradtak. Váratlanul kiegyensúlyozott mérkőzést játszott a Kézdivásárhelyi SE az aradi FCC ellen a női kosárlabda bajnokság 20. fordulójában. Nagy szünetben még egyenlőre állt a mérkőzés, a KSE legtöbb pontját Biszak szerezte, míg a legeredményesebb aradi játékos Hadzovics volt. A harmadik negyed elején 6 ponttal is vezetett a KSE, utóbb azonban a tapasztaltabb aradiak fordítottak és 82-72-re nyerték a találkozót. Talán egy kicsit többet vártam volna 3 pontos dobásainktól. Elég gyengen működtek, főleg a harmadik, negyedik, negyedben 1-3-ast tudtunk bedobni, úgyhogy ez, ha jobban működött volna, akkor szerintem még szorosabb mérkőzést játszunk. Viszont mindenképpen az, hogy az első két negyedben tartottuk velük a lépést, és a fél időben egy 42-42-s állással mentünk be, ez mindenképpen egy nagy eredménynek könyvelhető áll. Biszak Boglárka kosárlabdázó híradónknak elmondta, sokkal jobban teljesített a csapat, mint korábban a Románia kupában játszott mérkőzésen Arad ellen. Szerintem az elvárásokat sikerült teljesíteni, harciasak voltunk, küzdöttünk mindvégig. Sajnos becsúsztak személyi hibák, szerintem a fáradtság miatt, és mindenképpen örvendek, hogy sikerült kijavítani azt a képet, amit a Román kupa döntőn alkottunk, mert az nem volt egy reális kép rólunk. Ma szerintem egy sokkal igazibb képet mutattunk. A hétvégi fordulóban a Sepsiszik 97-49-re győzte le a Csészémi Alexandriát, míg a marosvásárhelyi Sirius idegenben 73-57-re nyert a sereghajtó Türgovisté csapata ellen. A KSE szerdán Bukarestben lép pályára az Agronómia ellen, míg a Sirius a Sepsiszik vendége lesz. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!